Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézivezérlés extra nézőit. Ebben a műsorban Mocsai Lajossal fogunk jó sokat és érdemben beszélgetni, leginkább női kézilabdáról. Szia Lajos, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én azt javaslom, hogy mintha ez egy annyira kemény, nehéz téma, hogy kezdjük egy-két bemelegítő kérdéssel. Hogy vagy, mivel telnek? Én most hagyjuk a kézilabdát. Hogy vagy, mivel telnek a napjaid? Őszinte leszek, én rég nem láttalak, ki vagy virulva, tehát így első ránézésre, ez az ember érzése. Valóban így van. Egyetemen belül történt egy feladatváltás, ugye 7 évi rektorságom után, ami heti 60 órás minimális munkaidőt föltételez, jelenleg a kuratórium elnöke vagyok, amely az egész egyetem finanszírozásának stratégiai dolgaiért felelős. Ez egy más szintű munka, nagyon komoly döntés felelősséggel jár, de egy más szervezéssel más közegbe folyik. A másik dolog, meg foglalkozom olyan, visszatértem olyan sporttudományos területekre, ami érdekel, személyiségfejlesztés, döntőképesség, döntőtudás, döntőképesség fejlesztése, mondjuk téthelyzetbe. Hát olyan dolgokkal foglalkozom, ami érdekel, és erre újra van egy kis időm. A harmadik, hogy 14 unoka van. Mennyi? 14 darab. Úristen. 4 gyermektől. És ők fel tudnád sorolni a 14 nevet így kapásból? Ugyanis gyakorlom, vannak olyan helyzetek, a szülőkhöz kötve végig mondom, hogy kitartok. Tudom, igen, erre figyelek, mert annál rosszabb nincs, mint az ember visszaemlékszik, hogy egy nagy szülő a harmadikra talál az ember nevét. Igen, ebben erős vagyok, mert koncentrál. Úgyhogy nagyon jól érzem magam, az egyetemünk szépen fejlődik, és ami a legfontosabb, hogy ebben a nehéz helyzetben, ugye a második, harmadik ütem, ami látszik, ott gyakorlatilag az egyetem mentén a sportterületeink, a sportfelületeink következő 3-4 évre építünk egy 40 ezer négyzetméteres mondjuk csarnokokat. A sportágak 70%-át kiszolgáló sportági modern központot a TFN, az Alkotás utca, Győri út, Kis János altábra utca U alakjában, ezért vagyok a felelős a fejlesztésért. Tehát sok szép dolgom van, hál' Istennek. Igen, nem unatkozol. Na, kezdjünk rákanyarodni a kézilabdára, aztán majd az első szakmai kérdést átadom Attilának, de még annyit, hogy mondjuk, most azon gondolkozom, hogy egy héten mondjuk van átlagban 6-7-8 kézilabda közvetítés az összes televízióban, de abból hányat nézel meg? Mennyire teszi ki a kézilabda az életedet? És bocsánat, és az EB meccseit, és akkor így kanyarodunk rá, azokat viszont tudtad-e végignézni? Igen. Tehát általában a kulcsmeccseket nézem, és közben ugye a hétvégén kijárok a NEK a meccseire, NB1-es férfi mérkőzéseire leginkább, tehát ez egy fontos dolog. Valójában egy-két mérkőzést nézek, de kimazsolázom a tét környezetben. Látva az EB-t végig követtem legutoljára a Dán-Norvég meccset, ami igen tanulságos volt, úgyhogy örömmel látom a kézilabda dinamikáját, ami némi dologról gondolom, itt lesz szó, ami van és valami hiányzik főként. Attila. Igen, jó földobtad a labdát, mert ugye itt próbáltunk mi is már a tegnap, vagy a korábbi mérkőzések után is jobbra-balra elemezgetni, hogy mi a probléma, mert ugye elég egyértelműen látszik. Most a fiúkról ne is beszéljünk, mert az egy külön podcastet megér majd. De most a lányok esetében az EB-n, hogy valami olyan problémánk van, ami miatt le vagyunk maradva a legjobb csapatoktól. És én próbáltam ezt ilyen nagyon objektív alapra helyezni, hogy az érzelmektől, meg a személyes benyomásoktól mentesen a statisztikákat elemezni, ami szerintem manapság már egy új dimenziót nyit a kézilabda elemzésbe is, tehát annyira sok adatot tudnak mérni ezekkel az új felszerelésekkel, amiből már azért nagyon komoly mérható dolgokat lehet kiolvasni. És egyébként a francia vállalatoknak az elemzőjével is konzultáltam, mert ők aztán még a fölött is borzasztó sok mindent mérnek és elemeznek. És az derült ki tulajdonképpen, és ez az, amit szeretnék neked felvetni, és a véleményedre kíváncsi lennék, hogy
hogy abban maradtunk le, úgy mondjuk a skandinávoktól, de igazából nem csak a skandinávoktól, mert egyetetjük a franciákat is, vagy a hollandokat, vagy akár a németeket is, hogy a játéknak a szervezése, amit szoktál mondani, ugye a négy fázis, abban kettőben borzasztóan hátul vagyunk. Az egyik a visszarendeződés a támadások után, a másik pedig a rendezetlen védelem elleni támadás, illetve a megszerzett labda után a gyors helyzetek kialakítása az ellenfél kapuja előtt. Azt a számok annyira igazolják, hogy egyértelműen látszik, hogy nagyon kevés olyan akciónk van, amit gyorsan befejezünk. Ehelyett fölállunk az ellenfél kapuja előtt, ott nagyon sokat passzolunk, és nem tudunk helyzetet kialakítani, és ezért 9 méterről elöldözzük a labdákat. És ebből azt a következtetést vonom én le, hogy valahol ott van a probléma, hogy nem tudunk elég dinamikusan játszani, elég gyorsan futni elég sokat, és fizikailag, ugye, talán nem szakkifejezés, de azt mondanám, hogy nem vagyunk elég kemények. Hogy te hogy látod ezt, hogy ez mitől van? Válaszol. Értelek én. Hát, ugye azért szakítottalak meg, mert végül is benne volt a válaszban sok minden, és annyira sokoldalú témát érintettél, hogy a következőt rakjuk föl akkor, mert itt nagyon fontos dolgok zajlottak. Az első dolog, amit el szeretnék mondani, hogy az elemző rendszerek Magyarországon bizonyos helyeken, ami stratégiát jelent, vagy agilitást, tehát a bent lévő dinamikát, lépéshoz, tempót, ez ugyanúgy megvannak. Ebben az akadémiákon a legfejlettebbeken dolgozunk, tehát ez elérhető, és ugye megjelent különböző újságcikk, ami elemezte a dánok munkáját, ez mind megvan Magyarországon. Ennyire mi nem vagyunk buták, hogy nem tudtunk, sőt, a világ elé menni. Egész a mesterséges intelligencia, amit elmondtál, tulajdonképpen ez oda visz, hiszen az adat az annyit jelent, hogy azokat a statisztikai törvényszerűségeket kell tudni, ami mellett a játékot föl kell építeni. Viszont amit jeleztél, ugye az indítások, visszarendezés. Az első dolog, beszéljünk a védekezésről. Az, hogy nincs indítás, és a kapus teljesítményünk sajnos egyéb bravúr mellett a legalacsonyabb szintre került, kiszolgáltatott helyzetbe. Ez a védekezési rendszer, amely most van, ez nem alkalmas arra, hogy a mélységbe tagozott folyamatos összjátékot, főként a beállók körüli játékokat, és egyben a betöréseket megakadályozza. Nincs meg az a szervezettsége, amely a mélységi tagozódást a skandináv védekezésbe, akár nézed a svédet, a dánt vagy a norvégot, 7-7,5 méterről kezdik a hatos falat, hogy érintő távolságból megnövelik a bejátszás távolságát, a másik odaér arra a felületre, amit biztosítania kell, és a hosszú paszt is egyben ellenoldal lezárják. Na most ez a rendszer a magyar válogatottnál nincs meg. Hát ha nézted a dánt hőt, arra Roversen, vagy melyik, 8-szor indulott el balra-jobbra betörésből, 8 betörés volt lő. Hát ki ellen lehet ezt ma a világon? Másodiknál szólni kell neki, hogy vigyázz, még egyszer jössz, ebből támadó falut lesz. Tehát ez így nem működik. Tehát az első dolog, hogy a védekezés szervezettsége. De a legfontosabb, amivel kezdeném meg Európa-bajnokságon, a folyamatos fölépítésnél annak örültünk, hogy minden mérkőzésen volt, most 10 percünk, most 20, majd 30, és a végén egy szégyenteljes eredmény után, nem mondom, hogy boldogan, de győztes meccse, milyen jó, ez marad meg, jövünk haza a 11. helyen. De ez tragédia. Hát én azt gondolom, hogy az egész mentalitás, ami most körülvesz bennünket, ezt be kell alapvetően változtatni. Ez pedig a következő. Az, hogy egy csapat a terhelés arányában és az intenzitás arányában milyen sportformában ér ki egy világversenyre, az meghatározza, hogy egy adott játék időbe milyen sportformát mennyi ideig tud fönntartani. Ami annak örülünk, hogy a sportforma megtalálása egy Európa-bajnokság alatt történik a végére, ez egy nagyon-nagyon-nagyon szomorú dolog, mert ennél nem csak a sporttudomány, de az edzői gyakorlat is jelentősen előrébb van. A meccset ott kell megnyerni, amikor játszák. Az elsőt, a másodikat, a harmadikat. Ilyenképpen erre nincs mód, amit hallok, és hát az embernek már tényleg, hát nem is akarok mondani, nehogy rossz jelző szerkezetet használjak. Küzdünk, motiváltak vagyunk,
felszántjuk a parkettát, ezek a szlogenek, hát minek? Hát ez nem a nulla pont. A nemzeti válogatottban oda kell kerülni, a küzdőképes tudás, kialakítás, az ott lévő dinamika, energia, az ott lévő ambíció, egy nemzeti válogatottnál ez a kiinduló véleményem szerint. Erre hivatkozni, hogy ez most ennyi ideig megvolt. Ez egy teljesen vakvágány. Tehát az első, amit én megállapítanék, az az, hogy a fölkészülés során azért van edzés elmélet módszertani rendszer, hogy a csapat körülbelül eljusson. Ugye én 4 olimpiát, 19 világversenyt végigküzdöttem, és gyakorlatilag tudom, hogy mi az, hogy sportformát hogy lehetett kialakítani világszinten, hiszen azért elég sok döntőt játszottunk. Gyakorlatilag ezek a csapatoknál ez tervezhető, kialakítható. Hadd kérdezzek ezzel kapcsolatban egyet, Lajos, a sportformával kapcsolatban. Nem mentség, de tény. És akkor kérdezem, hogy ezt hogy lehetett volna áthidalni. Ez a magyar válogatott kényszerből, mert nincs más, a Debrecenre és a Mosó-Magyaróvárra épül ebben a pillanatban. Ez a két csapat szeptember óta 13 darab NB1-es meccset játszott, a kettő együtt, összesen. Se igen. Többet, se kevesebbet. Ennyi volt, ennyi tétmeccs volt a lábában a Mosó-Magyaróvár és a debreceni játékosoknak. Elvárható tőlük, hogy egy EB-re megfelelő sportforma legyen? Nulla nemzetközi meccs, 7 NB1-es meccs. Ha 7 és 6. Igen, én azt kisegészíteném magam, hogy 4 emberünk játszik BL-ben. Tehát amit mondasz, megerősítvén, ami a gondolatodat, teljes mértékig egyetértek. Valójában ez most egy másik struktúrát vett föl, amit mondasz, ez pedig a klubok és a szövetség közötti munkakapcsolatnak a rendszerbe állítását, ugyanis a Győrt szeretik Magyarországon sok millió ember, 1-2-1,5 millió ember, a Szegedet, a Veszprémet 2 millió ember, többi csapatról, aki csúcscsapatról van, az hasonlóan. A nemzeti válogatottat 6-7 millió ember várja, követeli az eredményt, és szurkol érte. Ennek arányában létre kell hozni azt a rendszert, amiben visszatér az, mondok egy példát, a skandinávoknál a szövetségi kondicionáló edző körbejárja a klubokat egész Európába, és leellenőrzi egy tesztrendszerrel, hogy a plusz munkát elvégzi-e a játékos, és olyan állapotban van, ami a nemzeti válogatott számára alkalmas. Ezért felvetődik az a kérdés. Teljesen mindegy, hogy Győrbe, Debrecenbe, vagy bárhol játszol, ezeknek a játékosoknak a napi edzés idő mellett önmagukkal és a nemzetközi szereplésre való alkalmasság folytán hetente el kell menni 2-1 órát futni, el kell menni heti 3-szor olyan kondicionáló edzést végrehajtani, amivel ő előrelép, függetlenül a pontmérkőzéstől, és végre kell hajtani azok a preventív rendszereket, amivel ő az elasztikusságát, a mozgékonyságát fenntartja. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt a skandináv minta tetszik mindenkinek, hogy napi 2-2,5 óra egy edzés, csak azt nem látják mögötte, amit ugye tapasztalunk, hogy elmegy 2-1 órára magától futni az alapálló képességét, és elmegy úgy, hogy lehet, hogy otthon a saját konditermébe naponta végez olyan erőfejlesztő gyakorlatokat, amivel. Ugyanis ez a magyar válogatottnak, amit kérdeztél, az egyedüli lehetősége, hogy visszazárkozzon a világ élmezőnyébe. Testsúly kilogramba le van írva, nincs megfelelő súlyunk, magasságban nincsenek meg, a nagyotugró lövőink nincsenek meg, tehát gyakorlatilag 3 lehetőségünk van. Egyik dolog az, hogy amit a dánok perfekcióra fejlesztettek, hogy tudnak rohanni 60 percig, egy robosztus védekezés, jó kapus teljesítmény. Ennél nincsen egyszerűbb recept, ezt meg kell csinálni, ebben nincsen probléma, ez csak szándék, ambíció kérdése. Tehát az első dolog, amit mondanék ebben kapcsolatban, hogy a játékrendszer, Módszeres Attilának egy nagyon érdekes megállapítása volt a átadási számokkal. Kérem szépen, 4 és 6 passz között van a legeredményesebb támadási rendszerek befejezési kvótája. Akkor mi játszunk 12 passzos játékot? Azért, mert nincs meg a hitelességünk, és a fázisokban egyébként szoktam most volt mondani zárójában, hogy a 4 fázis mellé
elindul egy zárójeles kisebb fázis, amit nem érdemes ugyan szétválasztani, hogy a támadások előkészítő fázisa. Nézzük meg a szélességét és a mélységét azoknak a csapatoknak, akik eredményesebbek, oldalvonal menti rátörések, a beálló játékos tudatos helyezkedése a kilépő kettesek mögé, ebből való fölépítés. A keresztmozgások nem egy mechanikus dupla kereszten való előkészítése, mert a hármas védők mélységben jól váltanak, szétverik az akciót, tehát nem lehet befejezni. Tehát ennek alternatívái vannak. Na most ennek a csíráját sem láttam itt ezen a válogatottan, hogy azon az alapmozgáson kívül több olyan keresztmozgásról beszélek. A második részben az EB-n már egy szélesebb repertoár alakult ki, de azt tudni kell, hogy statisztikailag ez nem tudom, hogy kiderült-e, de a megrendítő, kemény támadás szövést megállító faultok után a növekedő átadási számok nem hoznak eredményességi növekedést, hanem csökken a befejezési kvóta, a dinamikája, biztonsága. Ebből adódóan egy más szemléletű játék elméleti filozófiával kell felállítanunk a támadó játékot. Nagyobb dinamika, sokkal erősebb szélességi mélységű előkészítés, és arra ráhelyezett határozott taktikai elemek, amely nem lehet végletekig hosszú labda birtoklással, mert fogy a befejezéshez való dinamika, a mozgáspályák beszűkülnek, és jelentősen elkezdenek a játékosok úgy egymás felé mozogni, hogy a labdától távolabbik védőket letakarják, és kényszerbefejezések alakulnak ki. Tehát amit mondtál, hogy teljesen igazad van, ezt játék elméletileg így kéne földolgozni, és ezt szerint fölépíteni. A védőjátékra visszatérnék, amely alapja a lerohanásoknak. Hát ez a lerohanások itt pocsék volt, ez az Európa-bajnokságon. Egy-egy alkalom volt, amiben tudtunk egy-egy mérkőzésen. De a rendszer, tehát gyakorlatilag az, hogy egyrészt, hogy ki, hogy hova fut, mit csinál, gondolom ez megvan, ezt nem föltételezem, hogy nincs meg, de ez olyan labdát kell szerezni, amiből ez lehetséges. Na most az, hogy mikor indul a csapat, az előindítások rendszere, hogy milyen területre, milyen mélységi passzokkal lehet fölhozni a pályán, az első átadásnak a mélysége, dinamikája meghatározza, hogy az ellenfél a védőharmadába odaére kétharmad mélységben, mert akkor már gólt se lehet lőni 80%-ba. Ezt át tudjuk-e játszani? Ez mind az ember, hogyha mélyen foglalkozik az ellenzéssel, ezt tudnia kell. Hát ez szerint kell a játékot felépíteni. De a védőjátékunk erre alkalmatlan, mert azt gondoljuk, hogy ez a defenzivitás, ami megvan, ez olyan közel hozza a váltás hibák lehetőségét, olyan módon megnehezíti vagy az emberváltást, vagy a területváltást, hogy elváltják az emberek, illetve ebben a defenzivitásban az a kétes és nagyon-nagyon megfontolandó, hogy nem véd a betörések ellen. Bármennyire defenzív egy védelem, rendkívül sérülékeny, mert a mellé érő védő vagy hetes, vagy kiállítás. Tehát gyakorlatilag az egész koncepciója a játékosoknak, akik ott bent toporoknak 6-7-6,5 méteren, és onnan kezdik, pontosan annak önmaguk áldozatává válnak, mert nem teszik lehetővé azt a teret és időt, amiben van egy olyan mélység, amiben biztonságosan tudnának segíteni és védekezni. Ez a legfontosabb probléma. Ez nehéz már kiegészíteni, hogy végmentél mindenen. Nyilván még van egy-két aspektus, amire azért majd visszatérhetnénk. Én inkább most arra koncentrálnék, hogy ezt a helyzetképet így lefestettük, vagy végigelemeztük, de mi lehet ebből a kiút? És amikor azt hallom a szövetségi kapitánytól, és egyébként te is mondtad, és ebben egy picit vitatkoznék, hogy a testsúly kilogramm, meg a centiméterekben hátrányban vagyunk, ez egyszerűen nem igaz. Tehát ha megnézed a francia csapatot, megnézed a norvégot, még a dánt is akár, a hollandot, az embereknek a méretei, hogy így mondjam csúnyán, nagyjából megegyeznek a magyar válogatottéval. Tehát nem vagyunk se kicsik, se nagyok, se nehezek, se könnyűk. Ezek a mérhető adatai egy játékos felépítésének,
abban ott vagyunk. Tehát, hogyha azt mondja a kapitány, hogy sokkal több magasat kell kiválasztanunk, a fiúknál egyébként pont azt mondtuk, hogy sokkal több kisebbet kell kiválasztanunk, ez szerintem egy tévút, mert ha megnézzük a jó csapatokat, akkor vannak alacsony, meg magas jó játékosok, meg közepes termetűek, hanem inkább az hiányzik, ami a dinamika, ami az, hogy 60 percig futni tud, ami az, hogy felismeri azokat az a lehetőségeket, különösen a lerohanásnál, hogy mikor lehet menni, mikor nem. Amikor lehet menni, akkor megy, akkor oda merje adni, végig tud érni vele, és ha elrontja, akkor még vissza is tud jönni, tehát megfelelően tud futni. És ezek pedig nem a centimétereken múlnak, hanem valószínűleg azon, hogy hogy vannak felkészítve a játékosok. Vagy lehet, hogy a kiválasztásnál azon a részen, hogy olyan képességi játékosokat válaszunk ki, akik sokat tudnak futni, meg a törzsi zúzmazukat jól meg lehet majd erősíteni, ezt nem tudom, de minden esetre nem tudom, hogy hol veszik el ez a munka, mert az utánpótlás válogatottaink azt mutatják, hogy ott még nem, viszont mikor ideérünk a felnőttbe, akkor már egyszer csak észreveszünk, hogy már kevesek vagyunk. Tehát ez a kérdés, hogy szerinted ezen hogy lehetne változtatni, mert elmegyünk a probléma mellett, ha azt mondjuk, hogy most kidobjuk ezeket a játékosokat, mert magasak kellenek, majd akkor rájövünk, hogy nem jók a magasak, mert azok meg nem tudnak elég gyorsan futni, akkor majd kicsiket szedünk ki, akkor rájövünk, hogy akkor meg nincs elég magas védőnk, tehát ez nem lesz jó. Megértettem Attila a kérdést, ez ravasz dolog, mert ugye itt az arányok megvannak valóban így van. A minőség, ami azért lényeges, az a munka, ami bennük van. Tehát az első dolog, hogy a képzésünk, a szervezettségünk, a szakmai fölkészültségük szerintem az akadémiáknak a korosztályos képzési anyagok olyan erősek, hogy időben munkában annyit foglalkozunk a korosztályokkal, hogy a szervezettség és a megtervezett taktikai munka alapján bizonyos fokig megelőzzük bármelyik országnak az adott korosztályába történővel. Ez nőknél a junior VB-k eredménye mutatja, vagy EB-k eredménye, még a serdülő is. Ez egy forthoz számunkra. A probléma az ott kezdődik, hogy én véleményem szerint egy kevert fölkészítési rendszerre kell ráállni. Az accelerált, későbben érő típusú játékos gyakorlatilag, aki testsúly-testmagasságban több időt igényel a női mezőnkbe is, a kis, ügyes, motorikusan fejlett, agilis játékossal szembe, több türelmet és sokkal több munkát. Mondok egy példát, a dánoknál, a svédeknél is, norvégoknál is van a 185-188 körül, 190 alatt néhány játékos, aki a különböző mérkőzéseken a távol lövő zónából nagyot ugorva, nagy lövőerővel alkalmas arra, hogy mérkőzéseket eldöntsön. Nálunk ilyen típusú játékos nincsen. Kuibert azt gondolom, hogy a saját lehetőségei fölött a legjobb teljesítmény nyújtotta, és egy tehetséges, de ő se az a típusú játékos egyébként, holott egy nagyon kiválóan fejlődő fiatalok. Tehát mind a kettőre szükség van. Én azt gondolom, hogy az egyik oldalba megoldjuk a feladatot. A másiknál a pozíció-specifikus képzések, az ottani minőség-kvalitás kialakítása, amelynek a képesség-centrikus fölépítésére kiválasztott magas, nagy növésű, nagyon nagy fizikai erőjű, nagyon jó védekezésre is képes játékosok, néhány, nem sok, magyar populációban nagyon nehéz. Férfiaknál a kosárlabda, a röplabda, a vízilabda, a kézilabda mind ugyanabba kotorászik, abban 192 és 2 méter 1 néhány centi közötti zónába, de a magyar emberek között nagyon alacsony ez a szám. A nőknél is ez a probléma, hogy nem tartunk ott, hogy megengedhetjük magunknak a kettős fölkészítési rendszert. Voltam egy olyan mérkőzésen, hogy a skandináv edző 12-ből 2-t lőtt a lány. Nem volt hajlandó tétmeccsen leserni, mert azt mondta, majd 23 évesen el fogja dönteni a világversenyt. Bocsánat, itt kérdezhetek megint egyet, és ugyanerre csatlakozik.
ez az ugye utánpótlás képzésünk, az eredményeink, stb. Itthon már egyre gyakrabban lehetett hallani azt az észrevételt, hogy valahol ott lehet a kutya elásva, hogy mi nem egyéneket képzünk, utánpótlás szinten sem, akik majd később a felnőtt válogatottban húzó emberek lehetnek, hanem csapatokat építünk, ezért vannak ezek a kimagasló eredmények, és a külföldiek eddig óckodtak attól, hogy véleményt mondjanak. Pár nappal ezelőtt Torír Hergerson ugyanezt fogalmazta meg. Ugye nagyon óvatosak velünk kapcsolatban, mert rettenetesen tisztelik a munkánkat, de a norvég kapitány ugyanezt mondta, hogy most már neki az az érzése egyértelműen, hogy mi ráfókuszálunk az eredményekre, legyenek junior aranyak, ifi, stb. Stb. Az egyéneket nem képezzük, hogy mondtad itt a kvalitásokra kihegyezve, és ezért is vesznek el. Biztos ez ennél sokkal összetettebb, de alapvetően ez is egy komoly probléma lehet, gondolom én, hogy fiatal 15, 6, 7, 8 éves korban már nem szúrjuk én, akkor neked ezt és ezt és ezt fejlesztjük. Lehet, hogy a csapatnak nem lesz a nagyon jó eredménye, de belőled elképesztően jó játékos lesz. Valóban ezt próbáltam megforgalmazni, hogy a kettős képzési elmélettel és gyakorlattal kell foglalkoznunk. Vannak, akiket a nagyon tehetséges, alacsonyabb, gyors és robbanékony fiataljainkat a játék elmélet egy mélyebb játéktudással meg lehet ebben a korosztályban is már mondjuk fölépíteni, de mellettük kell minden csapatban, minden akadémián, minden komoly csapatban két-három olyan méreten fölüli idézőjelben nagy fizikumú ember, akinek az ügyessége, a fizikai ereje, az együttes motorikus teljesítménye, a dinamikája majd később fog megjönni. Mi a Nemzeti Akadémia átálltunk most, és jó hírem van, hogy közös kiválasztási rendszer körbe megy az országba, Győrbe, Szegeden, stb. A klubok megegyeztek, illetve az akadémiák a kiválasztás rendszerébe, és egyik alapvető feladat az, hogy oda kerüljenek a fizikailag és antropometria használaton méretbe alkalmas olyan játékosok, akik ugyan később érnek, de egyéni specifikus képzéssel 14-16-18 éves korba extra plusz erősítő fizikai, technikai, és ahogy mondtam, a saját pozíciójukban, vagy még a társ pozícióban, ami szükséges, olyan egyéni képzést kapnak, amelynek a hozadékát későbbi időpontban fogják 20 év fölött meghálálni. Akár úgy is, hogy alárendelik az adott csapat mondjuk a NECA eredményességét, a válogatott eredményességét? Ez az alapelvünk, hogy most már kell. Nézd, Magyarországon tudod jól, hogy én 17 vagy hány évig voltam szövetségi kapitány, soha nem engedték ki úgy a csapatot, hogy mondjuk a világ legjobb négy közé nem kellett kerülnünk. Irdatlan nyomás alatt volt már a fölkészülés. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek egyik legnagyobb hibája az volt, hogy hát jó lesz a 6., 8. hely, majd meglátjuk, nincs konkrét célkitűzés. Az életben nincs ilyen, ahol teljesítmény van, ott konkrét célok mellett kell fölkészülni, és ha a részcélokat nem teljesíted, akkor a végcél nem fog sikeredni. Tehát amit az Attila az elemzésében elmondott, azok részcél feladatok. De az utánpótlásban pont ez üt vissza, hogy ott is meg akarunk nyerni mindent. Igen. De azért mondom, hogy ettől függetlenül a részcélokat a következőképpen, ami játék elméletileg törvényszerű, az nem elfelejtendő. Tehát nincs kettőségben, amit mondunk. Ezt pedig lemondok egy példát. Azok a befejezések során, ahol század másodperccel ki lehet mérni, hogy a labda ellövése után ki milyen tevékenységet folytat, magyarul, aki előtte a labdát bosszankodik, ott marad, körbefutja a hatost, nem ér vissza kellő időpontba. Elvetődik, sokszor a földön marad, helyén befejezik tudatosan az indítást, látjuk, oda viszik, ahol a hiány. Ha ezeket nem tudjuk úgy megszervezni, hogy már elővisszaindítás legyen, hogy már mindenki biztosítja a másik helyét, stb. Nézzétek meg a Dán-Norvég meccset, a második félidőben abban vesztették el a játékot, hogy a Mörköt nem tudták bevinni játszani. Mert olyan dinamikát, produkált nyomást a dán válogatott, hogy nem tudták keresztbe becserélni fél órán keresztül ötnél többször a legjobb balkezes játékosokat. A fiatal gyerek ott el is szórta a labdát egy párszor. Tehát magyarul ez tanítható. Ez az a törvényszerűség, ami kicsinek, nagynak meg kell oldani, csak föl kell építeni úgy a munkát, hogy ez vérnyi váljon.
reflexé váljon a játékosok. Na most ez nincs meg. A másik dolog, amit mondtatok, abban megint van egy olyan érzés, hogy ebben az accelerált, nagyon jó munkában, amit végzünk utánpótlásban, ez az egy hiba becsúszik, hogy még ez az individuális képzés tovább kell forszírozni és támogatni ezekkel az antropometriával rendelkező nagy embereket, támadó és védő munkájukban. De hamar lesznek a rájuk telepedő és egyéb velük gondolkodó emberek úgynevezett profik idézőjelben. Nem abban lesznek profik, hogy hogy fejlődjön naprakészen, hogy kell személyre lebontott dietetikát mellé tenni a munkájának, hogy kell kiharcolni az edzőben, hogy nem délelőtt 10-kor, meg délután 2-kor edzeni, hanem azt kell mondani a játékosnak, csak este 5-kor vagyok hajlandó, mert délután pihenőidőre van szükségem. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan közös munka, ami most üt vissza magyarul. Elkövetünk olyan hibákat, hogy túl korán túléretté válnak a játékosok, bekerülnek a hazai és nemzetközi piacra úgy, hogy meggyőződésem, hogy fejbe, mentalitásba, a tartozik követel rovatba fél profik még ezek az emberek. Sajnos inkább a hazaiba, bocsánat. Igen, egyébként azt gondolom, hogy itt van igazából elásva a probléma, mert azt jó hallani, hogy lesznek esetleg magas játékosaink is, de én nekem meggyőződésem, hogy nem attól leszünk majd sokkal jobbak. Az segít nyilván, ha van egy jó nagy lövőd, de azért, ha megnézed akár a francia csapatjátékát, akik fantasztikusan játszanak ezen az EB-n, egy olyan átlövő sorral, amelyik 171 és 175 centi között van, és szinte alig lőnek átlövést, csak mikor taktikailag az fontos, akkor lőnek. Úgy vannak összeválogatva, hogy van, aki lő, van, aki meg nem lő. Viszont azokban a fázisokban, amiről beszéltünk, nagyon tudatosan viszik a labdákat azokra a területekre, amiket feltérképeznek az ellenfélnél, és ezzel meglövik azt a gólmennyiséget, amit egy jó védekezéssel, mert nyilván az ugye alap náluk, a mérkőzéseket gyakorlatilag simán meg tudják nyerni. Még egy dolgot szeretnék kérdezni specifikusan, mert ami nagyon szembeötlő még a magyar kézilabdában jelenleg, a nőiben, a beálló játék problémája. Mind a védekezésben, a beálló körüli védekezés, ahol azt hallom a szövetségkapitánytól, hogy hát gyerekkoruktól fogva a játékosok azt szokták meg, hogy behátrálnak a beálló mögött, ezt nem lehet megváltoztatni. Hát ezt azért én nem nagyon tudom elhinni, hogy ezt nem lehet megtanulni, hogy megkerüljük a beállókat. A másik pedig, hogy támadásban, ha megnézed a statisztikákat, akkor a magyar válogatott lövő a legkevesebbet kapura beállóból. Tehát a legkevesebb helyzetet mi alakítjuk ki, holott ugye a modern kézilabdában a beálló pozíció a leghatékonyabb pozíció, 70-80% körülőnek a beállóból. Viszont mi ehelyett egy csomó átlövést vállalunk, amit 30%-kal fejezünk be, de még a nemzetközi átlag is csak 40. Tehát mitől van az, hogy nem tudjuk a beálló játékunkat olyan szintre vinni, mint mindenki szinte. Tehát sorban, amikor játszunk a csapatokkal, akkor arra panaszkodunk, hú, ezekkel nehéz játszani, mert jó a beállójuk. A horvátoknak, a norvégoknak, a dánoknak, a svédeknek, a még a svájciaknak, mindenkinek jó beállója van, és én azt mondom, hogy a mi beállóink, személy szerint ez a három lány, ez semmivel nem rosszabb beálló, mint az ellenfeleknél. Nyilván van egy-két szupersztár, de nem abban van a probléma, hogy ez a három lány például fizikailag ne lenne elég jó, mert a Bordás Józsinak a lánya az egy kifejezetten jó adottságú, ügyes beálló gyerek, de a Tóvízi Petra is, vagy a Pásztor is, viszont valahogy nem tudjuk kialakítani nekik azokat a szituációkat, vagy ők maguknak nem tudják azokat a zárásokat, azokat a fal akadályoztatásokat, hogy így mondjam, megoldani, amiből kialakulhat a helyzet, és emiatt a felállt fal elleni játékunk, de ide sorolhatjuk a rendezetlen védelmet is, mert nagyon sokat látjuk, ugye, hogy a rendezetlen védelem ellen a beállók fejeznek be nagyon sokat, például a Lindblom a svédeknél, aki a középen ugye előre futva megkapja egyből a labdát, ahogy fölérnek. Ez a fajta játék, ez egy borzasztó hiánya a magyar kézilabdának, és nem tudom, hogy ez honnan adódik.
Akkor mondom. Hát ezért beszélgetünk veled. Azért, önömmel, mert olyan tudom, ilyen mindenki azért mostanában beszélgetni. Az első dolog, hogy a beálló játékosok jelentős része a testtömeg méretei alapján a legerősebb fizikumú játékosoknak kell lenni, és valójában itt főként a női mezőnyben látjuk, hogy a belső pozíciókban, hármas pozícióban védekeznek nagyon sokan. Ezért az a régi alapelv, hogy nekik kell gyakorlatilag a tengelybe előre fölérni, és a szélsőkkel gyakorlatilag, akik előindulnak, az a első mélységi hármas teremteni, amire ráhozzák nagy lendülettel az irányítók és a labdát elosztó játékosok, illetve a nagy lövők, gyakorlatilag megteremtik azt a szélességet, feszültséget, amiben nagyon gyakran ők tudnak befejezni indítások során, hiszen az első hullámban a szélsők felé rendeződnek vissza az emberek, és nagyon sokszor, hogyha azonos ritmusban ér fel a beálló vonalra, onnan tud már. A svéd férfi válogatott is annak idején már ezt a taktikai elmet uralta, és a nagyméretű beálló játékosok volt, hogy a Wislander, aki volt irányítóból lett beálló, a legjobb védő ott volt elő, és. No, tehát gyakorlatilag arra építenek egy kis taktikai, gyors lefolyású elemet, így sokszor kerül helyzetbe a rendeződő védelem mögött a beálló. Ez nagyon fontos, ezt tudatosan kell vinni, ugyanis van egy alapvető szempont. A szaggatott magasságába, ha nincs mögöttük ember, tehát a beálló nem fut föl, akkor a hosszú átadásokból van a legtöbb eladott labda az indítások végén. Ezért a beálló szerepe duplán fontos, mert vagy összeköti a két oldalt, vagy rögtön az üres területen gólhelyzetbe kerül. Ezt futni kell tudni végig a mérkőzésen. A másik dolog a helyzetbe hozású stratégia. Ezt részben jelezted, hogy valószínűleg itt is van probléma. Tehát valójában az elzárások elleni védekezésre visszatérve egy mondatban, mert ezt is ugye kérdezted, az, hogy én valaki mögül és mellé kezdek önmagat bezárva védekezni, ez hozza a helyzetet, amit a magyar válogatott folyamatosan produkál, lemaradnak, beátrálnak, beülnek az ölébe, megkapja beálló a labdát, hetes vagy kiállítás. Tehát nincsen meg az a primér preventív alapmozgása a védelemnek, amely ebbe a hálórendszerbe körbevéve a beállót, az egyik bízván a másikba homogén, nagyon összezárt szervezetvédelmet hoz, a beállóshoz elérkező labda ellen szinte nincs lehetősége átvenni a labdát. Ez nálunk nincs, megvárják, míg leválasztják a védőt, ott marad vagy oldalhelyzetbe, vagy a hasába a nagyon erős fizikumú ember, el kell mondani, hogy László, egykezes labdabirtoklással szedik le bárhonnan, jobbal-ballal, a levegőből a labdát, beforgatják az emberből. Ez a játék nélkül összetetlen. A másik dolog, hogy játék elméletileg, ha ide vissza gondolunk stratégiailag, vannak keresztirányú támadásvezetés, húzásos, kontrapozíciós játék, a keresztmozgások különböző változatai, a rendszerváltásos, befutás, egybeállóra, kétbeállóra, stb. Na most, ennek a játékrendszernek véleményem szerint a játék fölgyorsulásából, és amit meghatároztunk, hogy a passzív játék jelenléte, vagy a 4 és 6 passzból történő legeredményesebb támadási kvóta kikényszerített egy olyan súlypont képzésre történő alapjátékot, ami a beállónak hihetetlen fontos feladata van. Tehát magyarul, hogy a falban milyen pozíciót vesz el, milyen elzárás, milyen üres területnek a megjátszása, az újbori elzárás kombináció, hogyan kerül összhangba a többi játékosokkal az azonnali és bármikor bejátszási lehetőség megőrzésével, ez ilyenképpen nincs kimunkálva a magyar válogatottnál. Abszolút egyetértek veled, ez a rész, ez egy egész más filozófia. Emlékszel, a spanyolok férfiaknál kezdték ennek a játékát, stb. Ahol mi, van ennek előnye, hátránya, mert ha ez nem megy, akkor nincs mihez nyúlni, akkor besül a játék, de ennek a helyzet kialakítása az 1-2-2 elleni beálló játékos súlypont képzéséből való játék szervezettsége és létszámfölény létrehozása, de ha nem tudunk létszámfölényt, akkor vagy helyzeti előnyt, vagy dinamikai fölényt harcolunk ki, ezért könnyebb az átlövés, illetve a beálló olyan
testpozícióba kerül, ahol a megjátszás után nincs ellene védekezési lehetőség. Na most ennek a mélysége nincs meg a magyar női válogatott. De miért nincs meg? Mert nincs begyakorolva. Nincs fölépítve. Jó, akkor nem, azért, mert a beállóink nem alkalmasak rá. Ide hagy csatlakozok, és akkor ez legyen az utolsó nagy etap, nyugodtan lehet hosszabb is, hiszen van időnk, és akkor nem ennyire konkrétan kézilabda szakmai, de természetesen mégis. Attilának volt tegnap egy, szerintem ugye amikor a podcastot rögzítettük, egy egészen kiváló kifejezése, teljesen bele vagyok szeretve, én ezt kerestem már évek óta, azt mondta, egyszerűen nem korszerű a játékunk. Sőt, korszerűtlen a játékunk, és ez gyakorlatilag mindent megmagyaráz. Én azt hiszem, hogy ezzel a számok alapján is, meg a látottak alapján is nehéz vitatkozni. Ezt kiegészítve nekem van egy elméletem, hogy ez szinte pontosan behatárolhatóan egy ilyen 2014-15-ös évre teendő, amikor egy hatalmas változáson ment keresztül az egész játék, és a dinamikája, a sebessége, a variabilitása, mindene elképesztően megváltozott, és mi ezzel nem tartottunk lépést, és ma ott tartunk, hogy igazad van, hogy ki lehetne tűzni dobogós helyeket, de hát fényévnyi távolságra vagyunk ettől a sebességtől, tehát még sokkal nagyobb csalódás lenne, ha most dobogós helyeket tűznénk ki. Hogy lehet-e, egyetértesz-e egyrészt ez, hogy korszerűtlen a játékunk, kettő, hogy lehet korszerűvé tenni, mert azt hiszem, hogy itt elemezhetünk vissza, mindenki azt szeretné várni, látni, hogy majd jövőre, majd a Párizsi olimpián, utána lesz jó csapatunk, amelyik felveszi a versenyt ezekkel a gyors játékot játszó skandinávokkal és egyebekkel. Hogyan lehetséges ez? Nyilván önmagában az, hogy lesz klassz kiválasztás, meg stb. Ez ehhez kevés, meg az nagyon-nagyon-nagyon hosszú táv. Mit lehet itt tenni? Nagyon egyszerű. Kézilabda válogatott mellé kell egy olyan szakmai kompetens ember, aki az általunk itt most már több mint fél órája feszegetett kompetenciákat, indikátorokat most modern nyelven, amely a modern kézilabda korszerű részét jelzi, gyakorlatilag megvalósítja. Az, hogy tudjon egy játékos 60 percig úgy futni, hogy két nap után meg tudja ismételni, mert ennél tragikusabbat én nem hallok, hogy most 3 nap alatt van olyan szakember, aki a televízióban olyat mond, jó éppen 3 nap, mert állóképességet lehet fejleszteni. És ezt egy neves, egy klubnál lévő ember mondja, hát ez olyan tök röhelyes az egész. Tehát borzasztó, ha ilyen szinten vagyunk. Hát ez tragikus, meg majd erőt fejleszt, nem. A lényeg az, hogy kell a válogatott mellé egy olyan külső ember, aki nem a költségvetéssel foglalkozik, hanem egy performance director-szerű, egy olyan tudással rendelkező ember, akit elfogadnak, és a szövetségbe az adott nemzeti válogatottat az itt elmondott mesterséges intelligencia alapján meghatározott paraméterek szerint kényszeríti ki az edzés munkát. Ebben benne van a fizikai munka, kondicionális fölkészítés, benne van az étkezés, az alvás minőségének kontrollja, benne van a mindennapi heti munka fölépítése, ennek az ellenőrzése, és benne van, mert a játékos az nem rossz, a játékos azt szeretni kell, mert aki érzi, hogy szeretik, az nem jelenti azt, hogy csökkentik a követelményeket, hanem meg kell találni azt az embert, hogy a legnagyobb követelményt és terhelést szeretetteljesen, megfelelő hitelességgel, megfelelő kompetenciával át tudja adni. Na de ha válogatott mellett lesz ilyen ember, hogy válogatottak mellett, nem tudom, hogy te tudsz-e ilyen embert, attól még a klubok mellett nem lesz, hát a klubokban pallérozódnak a játékosok. Ez el fog menni a klubhoz, és felelőssége lesz, hogy a válogatott játékos a klubba is elvégezze ezt a munkát. Hát én azért mondom, hogy az első és legfontosabb, hogy mint szövetségi alkalmazott, olyan kapcsolatot alakítson ki a klubbal, hogy ő neki a szakmai elfogadottsága mindenek feletti. Egyébként ez egy kicsit plagizáció, mert az angolok, amikor alig szerettek olimpiai érmeket, bevezették ezt a rendszert, és gyakorlatilag meg tízszerezték az érmek számát, mert ha valaki a saját nevével, a saját tudásával kiáll és vár el egy 4 éves ciklus, az irdatlan módon produkálni akar, mert nem akar leégni. És ez az ember, ha megvan az a hatalma, és az a tudása,
a szövetség támogatásával a magyar adófizetők pénzén részben megkövetelheti azt, hogy ez a teljesítmény a magyar játékos, ugyanis a magyar játékos azt csinálja edzésen, amit megkövetelnek tőle. Én abban nem hiszem, hogy a korszerűtlenség fogalmában benne van a tehetségtelenség, benne van, mert van tehetségünk, de a tudatos évekig tartó ilyen jellegű munka fogja meghozni az eredményét. Ezeket a paramétereket senki nem tartja titokba. Annak idején vettem egy 20 évvel ezelőtt egy kosárlabda órát a Lengóba, hogy játékidőre lehetett bizonyos héten bizonyos órát csak 15 másodperces, 20 másodperces, amikor még a fél perc, 45 másodperc csodagyorsnak tűnt a kézilabdába. Nekünk már úgy kellett edzeni, hogy ilyen jellegű rendszer. A játékos azt szerint éli az életét, amilyen programot kap. Ebben nekem nincs kétségem. Viszont önállóan akkor fog elmenni dolgozni, hogyha szólnak neki, hogy figyelj, most a pulzus órát fölrakod, és a mérkőzés előtti hatodik, vagy a mérkőzés utáni nap, ne adj Isten, a regenerációba elmész egy órás futást ebbe és ebbe a pulzus számba, majd még a héten egy regeneratív alapállóképesi munkát el kell végezned. De ez lehet, hogy edzésen kívül kell ellenőrizni. De a jegyzőkönyvben benne van, hogy a szenzor lemérte, hogy kicsit mosolyogjunk, ekkor volt a hipobankban, hogy az öreg szerb játékos hölgy a kutyára rakta rá az órát, és ugye annak olyan magas... Pozsovics? Pozsovics? A kórát. Én nagyon gyors voltam. Az alapulzus nem tudta, hogy egész másik. Hogy inkább megfőz a szobatársának kitakarít, de azt mondja, inkább a kutyában menjen. Na, tehát magyarul ez csak jópofaság kedvéért. Meg lehet csinálni azt a rendszert, amivel ez a játékos állomány, és ebben teljesen egyetértek az Attilával, rövid időn belül fölhozható azokra most járatlan bizonytalanságot okozó paraméterek belletti kézilabdába, ami pillanat átfordul a korszerű kategóriába. És a klubedző el fogja fogadni ezt a... Igen? El kell. És látsz ilyen humán kapacitást Magyarországon? Én szerintem megvan a tudás. De most egyre jobban, tehát az utánpótlásban azt látom, hogy az tehetséges edzők összefogása egyre erősebb, például a kézilabdában. Egyre jobban elosztják a tudást, ők folyamatos belső továbbképzések vannak, rendkívül jó irányba halad, és az egymásnak a tisztelete, a respektje a munka felé, én most mondom, a kiválasztási rendszernél tapasztaltam, olyan megértés és egyetértés volt, hogy ez az embert idehozzuk, ide való, ne halmoz három darabot, mert abból nem lesz, adjuk át. Elindult egy nagyon jó folyamat, és ennek a modern elemeknek, amit az Attila mond magyarul, a mesterséges intelligencia által stratégiai elemeket rögzítő folyamatok mentén lehet ugyanazt az embert edzeni, csak meg kell tudni követelni a munkát. Itt, amit mondtál, ennek van egy edzői személyiségi struktúrája, amit fontos, a legfontosabb egysége, keveset beszélünk róla. Én most folytatok olyan kutató munkát, ami pontosan az, hogy egy edző hogyan tudja a hitvallását, a terhelését, a tekintélyét, a munkát elvégeztetni, ez kulcskérdésé vált, amiről keveset beszéltünk, újra az edzői személye a sportjátékokban. Óriási jelentőséggel bír. Nem véletlenül van. Ugyanis kétféle játékos, ha van időtök, egy Woods, Tiger Woods gyakorlatilag 6 éves korában már golfversenyt nyert állítólag, és zseni lett belőle. Ugyanakkor a Federer még kézilabdázott, meg focizott, meg minden még 12 mellett egy kicsit teniszezett, és a specifikáció egész készentett. Későn jött el. De a napi 4-6 óra munkát nem lehet megsporolni. Bárki bármit mond. És mi abba voltunk, talán ha bármelyik emberemet, hát Attila élveztené az edzőtáboraimat. Bárki bármit mond, hogy mi 6 óránál kevesebbet nem dolgoztunk egy komoly nap, abban biztos vagyok. A Marosi Laci csak az edzésre 1600 kilométer gyalogolt. Egy kétes eset. Én is. Együtt voltam vele. Igen. Valahogy gyalogoltam, mi volt. Napi 3-4 edzése. Nem lehet megsporolni. Ha nincs meg az az anyag, akkor egyetért munkával,
a legegyszerűbb el kell pótolni. Én csak így zárszóként annyit mondanák, hogy amit most így elmondta, és végig gondoltam, hogy picit ez a gyakorlatban hogy valósulhat meg, az ez nem annyira komplikált, hiszen a magyar válogatottnak a játékosai, azok Debrecenben, meg Mosonmagyaróváron vannak, van a Fradiba egy-kettő, meg a Győrben egy. Azt nem gondolom, hogy a Győrbe vagy a Fradinál nincs olyan munka, ami megfelelő lenne, hiszen a külföldi játékosaik jó formában játszanak. Tehát akkor tulajdonképpen csak Debrecenbe, meg Mosonmagyaróvára kell elmenni, de én nem tudom, hogy ott milyen munka folyik. A Gyurka Janit azt jól ismerem, nem hiszem, hogy ők keveset edzenének. Nem értem, hogy például Debrecenben hogy nincs összehangolva ez a munka, amikor... Kell egy magyar csapat, aki emlékszel a szép menetelésünkre Londonba, ugye? Ott 7-9 játékosom a Veszprémben magyar ember volt. Tehát azt a stratégiát be kell fejezni, hogy van egy külföldi edző, és a külföldi edző minél több külföldi sztárt hoz ide, megerősítve a saját pozícióját, meg megerősítve a csapatot, és a magyar játékosok a perifériára kerülnek. De ez egy csapat Magyarországon. Hát van egy kettő férfi. Hát a lányoknál a Győren kívül nincs olyan csapat, ahol külföldi edző van. Na, én csak azért mondom, hogy én most kevertem a két bajnokságot. Igen. Az a saját tapasztalatomból, hogy lehet, hogy az nagyon jó lenne, hogy úgy fölfejleszteni a magyar utánpótlásod, és talán ez a válasz, hogy elfogadható nemzetközi eredményességgel 3-4 külföldi klasszissal, 7-8-9 magyar játékossal a nemzeti válogatott gerincét létrehozni, mondjuk a Ferencvárosba, vagy bárhol, és ezeknek a BL-be való nemzetközi szereplése mentén a többi klubból 2-3 ember. Hát emlékezz, 86-ban a világbajnoki döntős férfi csapatom 7 ember a Honvédból volt. Oda jöttetek ti, meg a Tatabányáról 2, stb. És olyan könnyű, jó közösséget tudtunk alakítani, amiből világverő lett a csapat. Tehát valószínűleg ez egy elhatározás kérdése is egy klubvezetéssel, hogy azt mondjuk, hogy csináljunk egy átmeneti időszakot, egy 7-9 fős nemzeti tehetséggondozó csapat mellé hozzunk 4 világsztárt, ezzel is majdnem vagy biztos odáig el tudtok jutni, hagyjunk egy 4 éves ciklust, hogy hova fut ki ez az egész. Van egy másik út is, ugye, hogy elmennek külföldre minél többen, azért az országok 80%-a ezt az utat követi, és nem a saját bajnokságából próbál pumpálni, sőt, gyakorlatilag erről is beszélgettünk Attilával, a románon kívül egy ilyen csapat sincs, mint a miénk, amelyik azt gondolja, hogy azért, mert viszonylag erős bajnoksága van, abból lesz nagyon erős válogatott. Viszonylag, így van. Na, majdnem egy óránál tartunk. Egy utolsó kérdés, Lajos, ezt nem állom meg, hogy ne tegyem föl. Elmondtad az elején, hogy mi mindennel foglalkozol. Valahol a közel-távoli terveid között egyáltalán szerepele valamilyen szinten, hogy a kézilabda visszakerüljön. Nem tudom, a kispad nem hiányzik, vagy hiányzik. Bármi, ami, tehát olyan munka, ami tényleg a kézilabdához kötődik, az felmerülhet-e még a későbbiekben neked? Én úgy gondolom, most az életem olyan szakaszába érkeztem, hogy van olyan kapacitásom, ami a kézilabda felé felhasználható. Az, hogy ez most hol fog, hát nyilván a tapasztalatom, a korom végett egy olyan, ahol tudok segíteni. Én azt gondolom, hogy... Játszani már nem fogsz. Hát a unokáim. Van itt az udvarban kosárpalánk, még kézilabda van hajítani, tanítom őket, úgyhogy ott igen, nyilvánvalóan. De én olyan ember vagyok, hogyha megkérnek olyan felelős beosztásra, amit úgy gondolom, hogy segíteni tudok a kézilabdázáson, akkor én a feladatok elől nem szoktam elmenekülni. Egyetlen egy dologra nem vagyok hajlandó, hogy rám valaki is azt mondja, hogy önjelölt vagyok. Tehát magyarul a kézilabda sport olyan szinten, amiben ők fontosnak tartják, hogy én ilyenképpen visszakapcsolódjak, akkor nyilván ez megfontolás tárgyát képezi. Vannak ilyen törekvések klubok részéről az országban, játékosok részéről, hogy szeretnék, ha visszatérnék, hogy ez milyen szinten
szerintem ezt a közeljövő el fogja dönteni. Fú, hát ez annyira tökéletes végszó volt, hogy meg sem kísérlem folytatni. Lajos, nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy beszélgettél velünk. Már most fogadd el a felkérésünket a férfi világbajnokság utáni értékelő beszélgetésre, ami roppant közel van, ugye január vége. Most pedig akkor élvezd a mindennapokat, az unokákat és az egyéb munkát. Köszönjük szépen. Szevasztok, kellemes hétvégét, Isten áldjon benned.